Moszkvából jelentkezünk, ahol ma a többszörös fonogram Artisiusz és Liszt Ferenc díjas dalszerző és énekesnő Szalóki Ági lépett színpadra. Szia! Szia! Különleges volt ez a mai nap, hiszen anyák napi koncertet adtál. Mitől varázsoltad ezt ünnepivé, ezt a mai alkalmat? Egy kis anyáknapi dalcsokorral készültünk, a koncert elején játszottuk el ezeket a dalokat, illetve szólóban is énekeltem, kalotaszegi mérai énekkel kezdtem, utána egy válaszúti éneket tanítottam a gyerekeknek, amit még Kalos Zoli bácsitól tanultam, és ezt egy nagyon ismert anyáknapi verssel párosítottam. Megpróbáltam rávenni a gyerekeket, és nem esett nehezükre, hogy az édesanyjuk felé forduljanak, és úgy énekeljék el a dalokat. Anyák napja lesz holnap, május első vasárnapja, és nekem azért is különleges ez az alkalom, mert hogy a kisfiam most már 2 éves, és ma először volt úgy jelen, teljesen nyitottan és tiszta tudattal, hogy ő tudta, hogy ő most az anyukája koncertjén van, és hozott is nekem egy virágcsokrot. Közönségünk volt, azért a MÜPA hallgatósága igen vájtfülű, és sok zene szerető, kifinomult ízlésű ember hozza a gyerekeit. Nagyon ideális a helyszín is, különleges dolog itt játszani. És ugye számos műfajban is megmutattad a mai napon is magadat, volt egy középkori dal is, ez az új albumodról van, hogyha jól sejtem, ugye? Igen, sokféle stílus között lavírozunk, nagyon színes a repertoárunk, a tradicionális népdaloktól, a népdalfeldolgozásokon át a vers megzenésítésekig, és ezeket különböző köntösbe bújtatjuk, hol swing, hol reggae, hol afrikai ritmusok szólalnak meg, és a Zümmögő idő című új lemezem, nem is gyerek lemez, nem is felnőtt lemez, én mindenkinek jó szívvel ajánlom. Régi zene is megszólal ezen az albumon, magyar és európai népek régi zenéje, ez éppen a 13. századból való itáliai Máriaének, és én úgy gondolom, hogy egy gyerekműsor keretei közé igen jól beilleszkedik az, hogyha szép régi dallamokat is hallanak a gyerekek, minél hamarabb hallanak ilyet, annál hamarabb bekúszik ez a fülükbe, és formálja az ízlésüket, és egy kép alakul ki bennük arról is, hogy mi az, hogy európai kultúra. Jövőre lesz 20 éves az gyerekzenekarod, hogyha jól tudom. Hogyan ünnepeltek, hogyan készültek erre a kerek évfordulóra? 20 év az mégiscsak már egy szép kerek évforduló, de egyelőre még csak formálódnak ezek a tervek, és nagyon bízom benne, hogy majd egy méltó helyen ünnepelhetünk azokkal, akik szeretik a dalainkat. Bizony azok, akik 2004-ben elkezdték a gyerekeiket a koncertünkre hozni, azok ma már egyetemisták, vagy legalábbis egyetemista korúak, többen talán már családot is alapítottak. És nem csak a 20 éves zenekarodnak az ünneplése lesz a közeljövőben, hanem ugye holnap lesz anyák napja, ahogyan említetted. Édesanyád is nagy segítséged. Itt a koncert alatt is ugye ő vigyázott a kisfiadra. Van-e valami tervezett ünneplés, hogyan fogjátok ünnepibbé tenni a holnapi napot? Van egy nagyon szép kis házunk Nógrád megyében, és oda fogunk együtt elmenni, és együtt lesz az egész család.